Rugalmasan, gyorsabban megszerezhető piacképes tudást adó 200 órás tanfolyamok indultak és indulnak a jövőben a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó iskolákban. Juhász Gábor, a szekszárdi Ady Endre Technikum és Kollégium igazgatója azt mondja, nagy az igény az ingyenes képzésekre, nem csak azért népszerűek, mert térítésmentesek, hanem azért is, mert piacképes tudást adnak, vagyis valószínűleg azonnal el lehet majd velük helyezkedni. Munkaerőpiaci igényekhez és magukhoz a jelentkezőknek az igényei szabható. A képzések jóval rövidebbek, mint a szakmai képzések az iskolarendszerben természetesen. Maga a képzési szerkezet is rugalmas. Ez azt jelenti, hogy amikor a képzést a tanuló elvégzi, akkor egy tanúsítványt kap erről. A tanúsítvány birtokában, a független vizsgaközpontban pedig meg tudja szerezni a szakképesítésről a tanúsítványát. Ezeket a képzéseket a régi felnőtt képzési tanfolyamok mintájára alkották meg. A kínálat folyamatosan változik. Ez a kör folyamatosan bővül. Az Ady Endre Technikumban elsősorban, most első fecskeként a sminkes és szempillaépítőt indítjuk el, mint képzést, de ez a képzés az nyilván iskola specifikus, igény specifikus és jelentkező specifikus, illetve maga a képzési kínálat folyamatosan bővül nem csak nálunk, hanem a lehetőségek szintjén is, hiszen folyamatosan kerülnek föl a programkövetelmények az IKK honlapjára. A Tolna megyei szakképzési centrum és az Ady Endre Technikum és Kollégium képzési kínálatát az iskolák honlapján lehet nyomon követni. Juhász Gábor azt mondja, ők nagyon szeretnék, ha a jövőben tehergépkocsi vezetőket és autóbuszvezetőket is képezhetnének.